Ma két ház körül élő madárral, a házi veréppel és a füsti fecskével fogunk foglalkozni. Nézzük először, hogy mit kell tudnunk a házi verébről. A veréb egy kis testű, körülbelül 15 cm nagyságú énekes madár, a hangja egy jellegzetes csilipelés. A tollazatuk színe barna és szürke, ez egy kiváló rejtőszín, kiválóan alkalmas arra, hogy a bokrok, ágak között rejtőzködő vagy éppen költő madarakat elrejtse. A hím tollazata, amit ugye jobb oldalon látsz, kicsit díszesebb a tojóinál. Ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy így könnyebben fel tudja magára hívni a tojó figyelmét a párválasztáson. A másik ok pedig, hogy a tojónak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy elrejtőzzön az ágak között, hiszen ő költi ki a tojásokat. A veréb nem túl jó repülő, nem tud nagy távolságokra repülni. Ennek az oka a gömbölyű testébe és a rövid szárnyaiban keresendő elsősorban. A másik jellegzetesség, ami a mozgására nagyon jellemző, az az, hogy a talajon szögdécselve, ugrándozva jár. A csőre erős kupalakú, magvak felszedegetésére alkalmas elsősorban, de szívesen eszik rovarokat és ételmaradékokat is, hiszen minden evő madarunk, viszont mivel nem egy költöző madár, hanem egész évben itt tartózkodik, ezért kénytelen arra berendezkedni, hogy mindenféle táplálékot elfogyasszon, de a csőre alapvetően a magvak feltörésére alakult ki. Ugye itt látod is, amiről beszéltem, hogy állandó madarunk a telet is tölti Magyarországon. Nagyon szapora állat, ez azt jelenti, hogy évente 3-5 alkalommal is költhet, egyszerre 4-6 fiókát, ha ezt kiszámoljuk, ez akár egy év alatt, egy nyár alatt, akár 30 verépfiókát is jelenthet egyetlen egy veréppárnál. A fészkük félgömb alakú, és általában magas helyeken, fákon, védett helyeken építi, ami még nagyon jellegzetes a fészküknél, hogy a fészküket nem csak a költésre használják, hanem egész évben ebben laknak, egész évben itt élnek. A fiókái fészek lakók, ez azt jelenti, hogy önmagukban, mikor kikelnek a tojásból, annyira fejletlenek, hogy életképtelenek lennének, azaz kénytelenek a szülők őket egészen addig gondozni és hordani nekik az ennivalót, ami ki nem nő a tolluk és ki nem repülnek a fészekből. Nézzük a másik ház körül élő madarunkat, ez a füsti fecske. A füstifecske hazánkban általában csak lakott területeken él, azaz keresi az ember közelségét. Kicsit nagyobb, mint a házi veréb, körülbelül 17-19 cm. A tollazatának színe a hátán kékesfehér, a hasán piszkosfehér. Ami még jellegzetessége, azon kívül, hogy a hátán kékesfehér, a hasán piszkosfehér attól, hogy az arci részén rozsdavörös színű. Ezekről a színekről nagyon könnyen felismerhetjük, már messziről a füsti fecske. A verébbel ellentétben a fecske kiválóan repül, akár a repülés bajnokainak is nevezhetjük ezeket a kis madarakat, lenyűgöző gyorsasággal képesek irányt változtatni, elsősorban a képen is látható villás farktollaik segítségével. Ezt a nevet a farktollaik az alakjukról kapták, hiszen ha látod a képen is, akkor egy villát formáznak a farktollaik, innen ered ez az elnevezés. Ahogy a házi verébnél, itt is nyilván a testfelépítésük az, ami elősegíti a kiváló repülésüket. A füsti fecskénél azok, amik segítik a kiváló repülésben, az a kicsi törzs, a keskeny szárny, a hosszú evezőtollak, valamint a már említett villás farok. Csőrük háromszög alakú, és úgy vadásznak, hiszen elsősorban rovarokkal táplálkoznak ezek a kis madarak, hogy le sem szállnak
hanem repülés közben a csőrüket szélesre kinyitják, nagyon gyorsan repülnek, és röptükben kapják el a rovarokat. Ezt a csőrtípust amúgy hasadt csőrnek nevezzük. Még inni sem szállnak le, azt is, ahogy a képen látod, úgy oldják meg, hogy a víz fölé szállnak egészen közel, és a csőrüknek az alsó részét, az alsó káváját belemerítik repülés-suhanás közben a vízbe. A lábuk a repülő életmódjuknak megfelelően rövid és gyenge, mivel többségében mindent repülés közben intéznek, az evést, az ivást is, ezért nem alakult ki egy erős lábuk. A lábukat gyakorlatilag csak arra használják, hogy megkapaszkodjanak, ahogy a képen is látod, villanyvezetékeken, vagy a fészkük szélén. A földre, talajra egyedül csak akkor szállnak le, amikor a fészküket építik, és gyűjtik hozzá össze a fészekanyagot. Ha már a fészekanyagról van szó, ezt általában nedves talajon gyűjtik, méghozzá sárgombócokból, fűszálakból tapasztott fészküket, nyitott épületek belsejébe építik, legszívesebben istállóknak a gerendájákra rakják, hiszen az állatok közelében, ugye az istállóban nagyon sok rovar van, így már rögtön terített asztal nyílik nekik ahhoz is, vagy pedig, ha nem istállókban, akkor valamilyen elhagyatott épületben is szívesen költenek. Itt látod is a képen néhány fecskefészket, látod ugye, amiről beszéltünk, a sárgombócokból összetapasztott fűszálakkal teli fészkeket, amiket építenek maguknak. A fiókái akárcsak a verébnek fészeklakók, azaz, mikor tojásból kikelnek, nincsen tolluk, életképtelenek, és a szülei gondoskodnak róla, hogy felváltva hordják nekik egész nap a rovarokat, a táplálékokat. Nem annyira szaporák, mint a verebek, ők kétszer nevelnek csupán fiókákat, május és július között. Ennek az oka természetesen abban is keresendő, hogy a verébbel ellentétben ők nem itt telelnek, hanem költöző madarak, mivel elsősorban rovarokkal táplálkoznak, ezért itt nálunk Magyarországon az év hidegebb szakaszában nem találnának eleséget, hiszen ugye ősztől tavaszig a rovarok elrejtőznek, így aztán kénytelen a telet melegebb tájakon tölteni, mégpedig általában Afrika középső és déli területein, itt a bal jobb oldalon látható térképen a kis piros pontok mutatják is, hogy általában hol telelnek a tőlünk elköltöző fecskék. Általában augusztus végén, szeptember elején kelnek útra, és április környékén télnek majd vissza. Ők tényleg csak telelni mennek oda, költeni nem költenek Afrikában, az csak itt, a hazájukban, és mivel ugye rövidebb idő áll a rendelkezésükre, mint a verebeknek, itt keresendő az az ok, hogy miért csak kétszer költenek egy nyári időszak alatt. Még a végére beraktam két fecskét. Magyarországon a füsti fecskén kívül még két másik fecskefaj is honos. Az egyik a bal oldalon látható molnárfecske, a másik pedig a jobb oldalon látható parti fecske.